Ladies, 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 it is the ladies and the gentleman. it's the ladies and the gentlemen. Szervusztok, üdvözlök mindenkit a Bölcsész Klubban, visszatértünk ismét, soha nem megyünk sehova túl sokáig, de mindig jó visszatérni, szevasztok, hogy vagytok? Én remekül vagyok, srácok, figyelem, 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 nagyon fontos. Ö, é, é, é. Végre kaptam értesítést. Ilyen, is vannak effektek. Skacok, mielőtt valaki feliratkozik, nagyon köszönöm Pingvinember és Haroldina, nagyon-nagyon köszi a, a feliratkozás. Skacok, drágult a feliratkozás, értesített a Twitch, úgyhogy óvatosan. Ó, én nem sértődök meg, hogyha csak itt vagytok, abszolút. Nem sértődök meg, de figyeljetek oda rá, mert most drágult. Fogunk csinálni újra donation-t ahol direktbe paypal lehet donation beadni, és akkor annyit adtok, amennyit szeretnétek, hogyha szeretnétek adni, de én így is nagyon szeretlek titeket, hogyha nem is szeretnétek, akkor is. Éljen! Na, ennyi volt a hivatalos információ. Ma egy felkészülő streamet fogunk tartani. Igazából most csak vissza akarok rázódni a streamingbe. A következő tíz napban nagyon sokat fogok streamelni, mert utána elmegyek egy hónapra. Ezt minden, minden stream elején el fogom mondani, hogy a YouTube is értesüljön róla, és ne pánikoljanak, srácok. Elmegyek a minóra. Erre fogunk ma készülni, összeszedjük, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amivel fel kell készülni, és úgy hogy általában hogyan kell elképzelni ezt a menetet. Remélhetőleg ezt majd megtalálják az interneten olyan emberek, akik készülni akarnak a kaminóra, és találnak itt valamit, ami hasznos. Eddig is 4.99 volt? Most valami más. Most valami más. Most kaptam egy üzenetet a Twitch-től, hogy figyelem, figyelem. Úgyhogy akartam róla, hogy tudjatok. Speedrun-t ugye befejezzük? Speedrun lesz. Speedrun lesz. Uh, holnap szerint... Nem, holnap... De jövő héten lesz búcsú soulstream stream, holnap szerintem uh, stardúzunk, úgyhogy be fogjuk fejezni. Nagyon-nagyon hiányzik a stardew veli. Mindenképpen úgy megyek el, hogy kész lesz. Uh, szóval nagyon köszi Harodinát, nagyon köszi Pruki és Alföldi Pingvin ember is. Köszi szépen. It's noodle time. Jól van. It's noodle time. Gyere pocak. Jaj, de utáljuk. It's noodle time, everybody. It's noodle time. Jaj, de nem szeretjük. Jaj, de utáljuk. És ő még nem is tudja. Ő még nem is sejti, hogy egy hónapra el fogok menni igen, igen, nagyon szeretjük egymást. Nagyon szeretjük. Ő most csak így itt van az ölben, hogy ölbaba. Ő most már, most már ilyenkor neki már vége van a napnak ennek az ölbabának. Engem hívtak ölbabának amikor kicsi gyerek voltam. Nagyon érdekes, hogy amint elkezdesz valaki, valamire figyelni legyen, az gyermek vagy állat, előjönnek a szüleidnek azok a használt szavai, amit rád használtak. Na, ő, ő egy ölbaba. És nem tudom, hogy miért, néz az emberekre. <laughs> nem akarjuk. Ja, tudjátok, hogy ezt a majmok, hogyha, hogyha vagy turista helyeken, és a majmok nem akarják, hogy fotózd őket, akkor szokták ezt csinálni, ilyen látványosan elnéznek és elpetyűdnek. Nézzétek, Ez vége van ennek a kutyának. <laughs> ő feladta, ő feladta. Jaj, slank, igen, de egymást azért nagyon szeretjük, igen, buborék. Na jó, van, Oké, okay, Ügyes, ügyes, vagy! It was noodle time. Alright, srácok. Na, beszélgessünk egy kicsit. Jön a Camino, Fel vagyok készülve rá. Az utóbbi három napban Stockholmba gördeszkeztem, és gyerekek iszonyatosan hasznos volt. Egyrészt uh, minden nap gördeszkeztem nagyon sokat, másrészt pedig nagyon sokat gyalogoltam, hogy felvegyem a megfelelő utazási anyagot a skate tripnek. Egy nagyon fasz a skate trip videó lesz szerintem. Úgyhogy Szépen be van durranva a lábam, és ez, ez azért szükséges, mert most még 10 nap van ö, kaminóig, ezért most még kicsit rehabilitálódni lehet. Ö, fel is írjuk, hogy felkészülés, ö, eszközök, ö, útvonal, összeszedjük, hogy mi az, ami szükséges. A felkészülés az nagyon fontos. Egyrészt ö, napi 10 kilométert mindenképpen kell menni, és aztán a napi hát 15-20 km az utolsó hétben. Ez azért nagyon fontos, és én ezért fogom ezt most csinálni. Azt hinnétek, hogy a 15-20 km sok nem, kurvára nem sok egy teljes nap alatt. Azért fontos, mert azért nagyon fontos és lényeges, mert a kaminóban a legnagyobb sok fájdalom és szenvedés az, az amikor a elkezded az első hét. Mert a szervezeted nincsen hozzászokva, hogy te minden nap ennyit menetelsz, és sokan azt szokták hogy csinálni, hogy jó, tornázgatok, nyújtogatok kicsit, és aztán kimegyek a kaminóra, és sokkolódnak, hogy bazd meg, ez milyen iszonyatos igénybevétel. Úgyhogy mindenképpen hasznos és fontos dolog kicsit rákészíteni a szervezetedet. Azért mondom, én napi 30 kilométert fogok menni. Ezt öde is írjuk, a fő fontos, azt mondja, hogy Camino portugész 710 km 30 nap alatt. Én azért ö, szerintem egy szűnnappal kb. 30 km kell mennem egy nap. Szünnappal 30 km, ö, 30 km per nap. Ez azért fontos, mert ezt nem szabad a felkészüléskor csinálnod. Ezt nem szabad, mert túl fáradt. Mint tanuljatok belőle, hogy hogy nézett ki a Biden, amikor a Trump vitára készült? Annyit készült, annyit gyúrt, hogy mire oda került, hogy vitázni kell, teljesen kimerült, ezt te neked nem szabad rekreálnod. P.V.K. Köszönjük szépen a 17 hónapos subscription-t! Szervusztok! Hamarosan már nagykorú leszek? Abszolút! Ó, mindjárt, mindjárt itt van a 18. Mi a célod ezzel? Alapvetőleg, alapvetőleg a következő etap az őszi szezonnal kezdve nagyon nagy változásokat fog hozni a Gergőke életében. Megszületik ugye a harmadik lányom. Ezek mellett lesznek olyan szakmai események, amikről még nem beszélhetek, de egy teljesen új korszakot fognak elhozni az összes csatornám életébe, tehát a hírügynökség, az AFK és a Twitch is. Ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Érdekes dolgok lesznek, nagyon-nagyon-nagyon fontos előrelépések és fejlődések, új helyzetek, új események. Szóval jó lesz, nagyon jó lesz. De ezek mellett sok más olyan dolog is történik. Én 36 éves leszek, tehát rákonyarodok a 40-re, ami még nagyon messze van, de alapvetően én 35 éves koromig húztam meg egy határt az életemben, mint, mint elnézést kérek, mint mint egy korszak, és most nyílik egy új. Bocsát, mindjárt jövök. Biden 90 év, és az tök mindegy. Itt alapvetőleg ugye arról beszélünk, hogy, hogy te stressz alá helyezed a szervezetet, és életkortól függetlenül azt a stresszt az élesben érdemes megélni. Tehát senki nem csinálja azt, hogy a maraton futásra készülvén a maratonfutás előtt lefut egy maratont közvetlenül. Nem, hanem darabokban, részekben, stb. Egy Kaminó olyasmi, mint a kanossa járás? Eh, ez egy zavándokúta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ez egy önreflektív, magaddal foglalkozó, gondolataidban mélyedő mentális és fizikai kihívás. Eddig mit történt? Alapvetőleg csak fel, felhúztuk a lényegeket. Ö, bármilyen kérdések van a Kaminóval kapcsolatban, örömmel válaszolok, de alapvetőleg itt a lényeg. Ö, ez az, amit most tervezek, Opá. Ez az, amit most tervezünk. Camino Portugész, 710 km 30 nap alatt. Nagyra rakom ki, hogy ezt mindenki lássa. Szünnap 30 km per nap. Tehát ez, ez az, ami a kihívás, amire készülni kell. Na most, a felkészülés, tehát van ennek egy fizikai része, be kell vásárolni, ezt majd az eszközöknél megnézzük. Bevásárlás az még nekem hátra van. Súlymérés. Ez azért fontos, mert ha a táska nem lehet, nem lehet mondjuk 8 kg-nál több. Azt mondják, az eredeti szabály az, hogy 10 kg-ig fel lehet menni. Én nem akarom szarul érezni magamat végig, én 8 kg-alá akarom tervezni. R sanszos, hogy legalábbis, sanszos, hogy most már 6, 6 alatt meg tudom oldani. Ez borzasztó áldozatokat fog hozni, majd látni, látni fogjátok az eszközöknél, ami igazából a felszerelés, nem eszközök ahogy gyakorlatilag semmi nem lesz nálam egy hónapig, tehát ez egy nagyon minimalista élet, valami, ami szerintem tök fontos része, aspektusa ennek az ajándokútnak, útnak, mert mindenfajta feleslegességet ledobsz magadról. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, srácok. Sátorban fogsz aludni? Csinált, az északi utat úgy csináltam meg, az északi utat úgy csináltam meg, de, de, a sátor egyrészt nehéz, Másrészt pedig a portugál úton nincs szükség. Nézzük meg a portugál utat. Bocsássatok, meg oda húzom a böngészőt. Megnézzük a portugál utat. Tehát ez most így néz ki a portugál út. Így néz ki. Sőt, ki is nagyítom nektek még nagyobbra. Ez az, amivel küzdünk. Na most Lisszabontól felmegyek Portóba, és onnan két út lehetséges, a Coastal vagy a Central. A Coastal, a, a parti út az hosszabb és természet gazdagabb. A központi út pedig történelem ö, gazdagabb és rövidebb. Szépen mondtam, de a lényeget értitek. Alapvetőleg, hogyha szép városokat akarsz látni, és rövidebbet akarsz sétálni, akkor a középső úton kell menni. Hogyha több természetet akarsz, és hosszabban akarsz sétálni, akkor a parti úton kell menni. Én a parti úton fogok menni. Én nagyon várom a parti útat, ez nagyon menő lesz. Itt vég a tenger mellett, szóval ez csodás. Hiányozni fogsz? Ó, oh, ti is hiányozni fogtok nekem, srácok. Jaj, Istenem! Jaj, nagyon. Nagyon. Úristen is, ráadásul, gyerekek, hogyha meg lesz a 25 ezer a követő a következő hétben, akkor még egy napot végig streamelek nektek a legvégén. Úgyhogy, aki még nem követett be, az kövessen be, mert a 25 ezer follower gólunk még meg lehet. <laughs> Új számláló! Yeah! was Cheesy! What up, cheesy! Lesz majd, miről beszélned? Az biztos. Az biztos. Szóval, a felkészülésben én ö, nagyon jól tartok, a napi 15-20 km Stokholmba letoltam, ezt a továbbiakban is akarom tartani minimum 15-tel. Nem akarok úgy, ö, ami még nagyon fontos lesz, a bevásárlás után, hogy szandált ezt, séta. Ez azért fontos, mert nem szabad úgy kimenni, hogy a bakancsod, vagy én szandát fogok hordani, az nincsen betörve. Az kinyír, baszd meg, egy új szandába kimenni, mindenki az új bakancsát megveszi, kimegy benne, és széttöri a lábát, az meg. Úgyhogy nagyon fontos, hogy igazából ezt, ezt meg is fordítom, mert ezt így kell csinálni, tehát miután miután a, megkezdted a napi felkészülést az utolsó héten, utolsó hetekben, akkor már szandáltesztel is kell menni. Én abszolút ez most holnap fogom megvenni a szandálamat, és akkor elkezdem. Ez azért is lényeges, és ezt sajnos mondom, pedig akartak szponzorálni, de végül nem fogadtam el. A, a, majdnem Teslát mondtam. A teva szandálok azok fantasztikus túra szandálok, de mostanában én két teva szandát szakítottam szét, egy pár hetes használattal a nyáron. Nem tudom, mi történt, lehet, hogy a, a, a bolt, ahonnan vettem, az volt rossz, de mind a kettő ugyanazon a helyen szét, szétszakadt elsőre kicserélték, másodjára már nem is adtam vissza, veszek egy újat más helyről, mert én alapvetőleg a Teva szandálokat nagyon jó minőségűnek tartom, de nem értem, hogy itt mi történt. Erről majd fogunk gondoskodni, hogy ez az úton ne lehessen probléma, de ezért is nagyon fontos a tesz Ezután az ember bevásárol mindent, amire szüksége van, és leméri a táskáját, 8 kg-nál több, akkor meg vagy baszva. Ez csajoknak fucking lehetetlen. Nem találkoztam nővel, aki képes volt 8 kg alatt találkozni, Pozícionálni a táskát, ami azért gáz, mert ki kisebbek vagytok és gyengébbek az esetek jelentős többségében. Ne csináljátok ezt magatokkal. Tehát, ahogy bárki kaminóra megy, felejts el az meg a váltó ruhák többségét, a lehető legkevesebb ruhával kell menni. Vékevice, köszönöm szépen a 23 hónapot. Nagyon, Ú, de hosszú. Köszönöm szépen a támogatás Vékevice. Nekem öt éve van egy teva én, én, is Haroldinén két teva cseréltem le úgy, hogy még működtek. Nem értem, nem értem, hogy most mi van. Vagy ruha nélkül? Nem, azért ruha nélkül nem megyünk, nagyon sok emberre fogsz találkozni. Ha egy nő naponta nem öltözik át, vagy négyszer, akkor nem is nő. Hát igen, ez itt, ez itt, na mindegy, szóval. Én mindenkinek, minden női ismerősömnek mondtam, hogy vigyen kevesebb cuccot. Egyik se hallgatott rám, mindegyik beszopta, úgyhogy, ja. Véletlenül sem bántásból, de mondani is szoktad, hogy szóljunk, ha nem vesz észre egy szubot. Hát szuboltam a legelején. más nápoi! Hát nem rossz. Hát mindenki megérdemli a figyelmet, aki szubból. Hát azért van a szub. Nagyon szépen hol vagy az egerem? Egerem, egerem. Na visszakeressük. Pruki! Prukinak már köszöntünk. Hol van ez? Hát én nem... Nem látom. Alföldi pingvin ember, Haroldina, Pruki. Fokhagy másnap, hogy én nem láttam, de nagyon szépen köszönöm a szabot. Nagyon köszi a támogatást. Amúgy a legrosszabb esetben egy patakban kimosott a ruhádat. Nem erről van szó. Az... Oké, okay, menjünk is át erre. Felszerelés. Felszerelés. Egy... Menjünk lentről felfele. Egy darab zokni. Pamut zokni. Egy. Egy. Hogyha bakancsba vagy, bakancsal kettő. Nincs több. Nincs több. Én egy zoknit viszek, azért, hogy esténként, hogyha nagyon hideg van a szálláson, akkor valami bele tudjam bújtatni a lábamat. Amúgy én szandában nem használom. Nem viszünk több zoknit. az egyik a lábunkon van, felszerelés. Ezt sokszor fogom mondani, hogy így az egy, egyik rajtad, a másik szárad. Ez a szabály. Ebben kell gondolkodni. Egy darab hogy hogyha bakancsa két, kettő van, akkor egy a lábadon van, egy a hátizsákodon szárad. Minden nap, amikor megérkezel a szállásra, kimosod azt, amit használtál, és kirakod száradni, és felveszed a másikat. Ez van. Ez van. Egy, ja nem egy darab, bocsát, egy pár. Értelek, bocsát. Igen, ezt elfelejtettem, hogy magyarul van ilyen. Egy pár pamutzokni. Kész. Kész, semmi más. Oké, okay, menjünk följebb. Mi van még fölte? Nadrág. Egy darab rövid nadrág. De Gergő, mi van, ha fázom? Akkor fázol. De Gergő, mi van? Ne! Miért kell neked még egy? Miért kell neked még egy nadrág? Kinek öltözöl ki? Egy nadrág. Egy rövid nadrág, és reggel az meg fázni fog a, 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 a sípcsontot. Ne felejtsétek el, ez mindig intelnek hangzik, mert az itt. Igénytelenül öltözködsz, igénytelenül nézel ki, főleg azért, hogy ne kelljen sok cuccod vinni. Tök mindegy, bazd meg, le fogod szarni, hogy hogyan nézel ki, amikor felkelsz a huszadik nap, és még mindig elbírod a hátizsákodat. Nagyon, 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 nagyon fontos, minden kényelemnél fontosabb, hogy könnyű legyen a hátizsák, minimális cucca megyünk, egy darab, rövid nadrág, reggel fázol, kész. Ö, két darab boxer, Boxer, bugyi. Megint csak. Az egyik rajtad, a másik szárad. Pont. Amikor megérkezel, a, az egész nap használt alsó nem Kimosod. És kirakod száradni ennyi. Vagy, vagy olyan rövid ami amihez lehet hozzá cipzározni szárad. Igen, ilyet szoktak csinálni, felesleges súlynak tartom. Az elején még talán kicsit csípni fog a hideg. A végén Érts, hogy még szeptemberben is, amikor én megyek, kurva meleg van, és te megállás nélkül testmunkád vagy íz, 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 nyomatod előre. Uh, pillanatok alatt. Én vittem el. Az első kaminomra vittem hosszú nadrágot, és reggel ameddig hideg volt, addig hosszú nadrágba mentem. Tíz nap alatt már nem éreztem a lényegét, és ott hagytam a gecibe. Vagy levágtam nem, ott hagytam a gecibe, nem az másikot. Lényeg az, hogy, hogy nem kell, egyszerűen nagyon hamar hozzászoksz a reggeli kis csípős hideghez, abszolút sokkal jobb. Szóval, két darab boxer, két darab bugyi, vagy, vagy, bugyi, igen. Megyünk följebb, öv! Öv! Bármilyen nadrágod van, az előbb utóbb ki fog tágulni a rengeteg izzadságban és a rengeteg túrezásban, öv! Két darab fehér póló. Kettő darab. Kettő darab, megint csak az egyik rajta, a másik szárad. Miért fehér? Mert geci meleg lesz, végig geci meleg lesz, nem tudom, miért vagyok ilyen hostilis gyerek, kicsit fáradt vagyok. Mindegy. Oké, okay. szóval, de ez így szerintem viccesebb. Két darab fehér póló, nem vihetsz többet. Uh, a, az egyik rajta, a másik szárad, fehér, hogy, hogy minél, ke, minél kevésbé legyen halálosan meleged, de így is geci meleged lesz. Kérdés a, hoz, a pulcsi. Ez egy kérdés. Azért gondolom, talán legitimnek, mert esténként szállásokon geci hideg tud lenni. Mindjárt a cheesy, nagyon jó tipp ezekre, majd rámegyünk aztán. Oké, okay. váltak. Így, igen. Mindj mindjárt megoldjuk, így. Lehet, hogy gyorsabban nem érdekel. Azt mondja, hogy ruhák. Így. Nagyon jó. Tehát a pulcsi az kérdéses. Én valószínűleg fogok vinni egy szuper könnyű pulcsit. Pusztán azért, mert az alvásodnak jó minőségűnek kell lennie, hogy tudj rehabilitálódni, és hogyha fázol, akkor nehezen alszol. Meg azt mondom, hogy egy pulcsi az, az belefér, és végül nem még kettő dolog van. Egy poncsó, egy darab poncsó, ez ugye esőkabát, no de, nem egy varrott esőkabát, nem egy menő, vízlepergető, antarktiszon használható esőkabát, egy nejlon poncsó, ezt kétszer-háromszor fogod használni az egész út során, ne legyen teher, ne legyen súly, ennek 10 gramot kell nyomnia, ez egy nejlon poncsó, így is írom fel. Meg, tényleg, mindenki egy geció túrakabátjai vannak, felesleges súly. Nejlon poncsó. És végül Uh, sapka, nem, még, még mindig van kettő, sapka, ez nagyon fontos, Lehet, legyen csúnya, uh, fedje a tarkód, Tök mindegy, hogy hogy néz ki, ez a nagymama ilyen német turista kap, uh, sapka az legidálisabb, fedje a fejedet, geci meleg lesz. És végül, na, ez most már tényleg az uh, utolsó kendő. Mire jó a kendő, hasonlatosan a, a, a galaxis őrzői Galaxis utikalauz őrzőknek könyvszériából. Egy kendő azért jó, mert mindenre lehet használni. Letakarhatod vele a lábadat, ráülhetsz, kihúzhatod a fejed fölé, rádöntheted a fejedet. Egy kendőt érdemes vinni, ez megint csak egy nagyon-nagyon-nagyon könnyű dolog, de rengeteg mindenre lehet használni. Rengeteg mindenre lehet használni. Sapkalákendő, én, én ilyesmit is lehet. én általában gyerekek őszinte leszek, én valószínűleg nem fogok vinni sapkát. Én, én azt, azt csináltam, és ez, ez már tényleg pár embernél kiűti a izét. Az egyik fehér póló rajtam van, a másik a fejemre kötve. Ez azért nem írom ide, mert ez sokaknak már tényleg túlzás, én nekem annyira hasznos, hogy nincs extra dolog, hogy ezt kérdőjele is írom ide, egy sapka, sőt a pulcsit is kérdőjele írjuk. Szóval hogy én nem, valószínűleg nem fogok vinni sapkát, én, ö, én, végig úgy toltam, hogy egy fehér póló itt a fejemen, kimosva, a másik pedig a felső testemem. megérkezek a szállásra, mind a kettőt kimosom, és filmesztelenül rohangászok. Na, ezek tehát a ruhák. Ö, napszemüveg, kérdőjellel írom oda, ö, azért, mert ö, én vittem, és mind a két útra, és mind a két úton a tizedik nap összetörtem. Itt nagyon-nagyon nem fogsz tudni mindig odafigyelni, úgyhogy arra készülj fel, hogyha viszel. Elvileg talán használható valamire, de engem egy idő után főleg, ha izzadok, zavar, úgyhogy ezeket a kérdőjeléseket én valószínűleg nem viszek. Valószínűleg nem viszek Pulcsinak egy ilyen hosszú, ne, nem tudom, nem, de a Pulcsi van még nem vagyok biztos. Meglássuk. Szerintem a pulcs és a kendő közül lehet egyet választani, úgyhogy én lehetséges. kendőt magamra terítem, hogyha kicsit hideg van. Ja, szerintem az lesz. Én pulcsi csapkát napszemüveget nem fogok vinni. A pólónak nincs napelenző része, mint egy baseball sapinak? A pólónak? Szerintem te a pulcsira gondolsz. Sportörő közül? Ó, oh, na, a sportörök az az, amit én el vittem a második utamra, és gusztus szaga volt, ez borzasztó. Úgyhogy, úgyhogy azt mondja, én egy kis, én kis normális, egy kisméretű normális török között vinnék. Na nézzük, azt mondja, hogy ö eszközök. Midvelian, szervusz, köszi szépen a rédet, most már nekünk is kéne titeket rédelni. Én meg, esküszöm, meg, meg fogom, fejteni ezt a rédrendszert, és akkor megtalálunk titeket. Köszi szépen a rédet ismét. Ez mikor lesz? Szeptember 1-től 30-ig. Uh, nagyon köszi, Midvelian. Úgy értette, hogyha a van a póló. Ja, akkor annak nincs napellenző része. Uh, Itt van, ez pont fehér. Napelenző része nincs. De engem annyira nem zavar. Hogy volt? Hogy volt? Nem. Így. Így. Igen. Úgy. És itt ez egy minimális, azért a szemedbe annyira nem süt a nap, itt van egy minimális kis tűrés, én ezt így toltam. Én ezt így toltam, ez számomra, és látjátok, fedi a tarkódat, fedi a tarkódat, nem, nem bassza szét a nap, minimálisan kiszedi a szemedből a napot, a én, én ezt így tudtam. Megint csak értem, hogy az embereknek túlzás, nekem tökéletesen működött, és mindenre készen állok, hogy könnyebb legyen. Viszki járat, köszönjük szépen a Prime subscription -t. Igen, nem, ö, ö, arab se y, így van, nem hülyeség ez, egyébként, és egyébként is tök jó, ennyi, egy pólóban meg lehet csinálni. Szerintem ez menő fejfő, én szerintem is, főleg így bajussza, kurva jól néz ki. Na mindegy. E, gyerekek, eszközök. Eszközök. Most jönnek azok, amiket mondtatok. E, azt mondja, hogy naptej, kurvára kötelező. E, Várjátok, nem, az nem ide fog jönni, az majd a neszeszerbe. Eszközökhöz, mi, mi, mi az, amire szükség... Opa, Mi ez, amihez eszközökhöz szükségünk lehet? Hmm. Egy darab bicska. Ez fontos. Bicska az miért fontos? Egy literes kulacs. Köszönöm. Most kicsit, izé, még hirtelen nem tudom, hogy hogyan osztályozom. Igen. Bicska az fontos miért? Mert sétabotot kell faragnod magadnak. A sétabotnak a lényege. A sétabotnak a lényege. Itt van? Íme az első kaminom sétabotjának a teteje. Ezt hazahoztam. Azért vágtam itt le, hogy beleférjen a bőröndömbe, és hazahozza a bocsi. Hazahozza a, a repülőtársaság. ez egy körülbelül ilyen magas, nézzétek csak. Itt van ez a lefaragva, ez a része. Itt, itt fogtam, tehát ez így ilyen magas dolog volt. Azért, azért szedtem le, mert a kezemnek sokkal jobb volt, reggel hideg volt és nyugtatta a bőrömet, hogyha leszedem a kérgét, úgyhogy ez így volt. Na most, miért fontos? Ez a lesz a legfantasztikusabb szuvenér az utazásodról. Én nekem vannak benne cilinderes emberek, van benne egy szem és három pont, erre már nem emlékszem, hogy micsoda. Van benne egy hangjegy, ez arra emlékeztetett, hogy énekeljek végig énekeltem az út, útnak a jelentős részét, és nagyon jó kedvem volt tőle mindig. Úgyhogy ez, ez, felém nézett, így fogtam, így, így fogtam, és akkor mindig, hogy ránéztem, hogyha valami elterelt a figyelmet, akkor eszembe hogy énekeljek, és Tom énekeltem. Szóval ez a bot, ez nagyon fontos, ehhez kell egy bicska, hogy végig tud faragni. Azért volt a teteje egyébként ilyen csavaros, mert voltak nálam befőttes gumik, amikkel rá, rá erősítettem virágokat és leveleket, és akkor az az is kicsit álnyekolta a fejem, tök menő volt. Nagyon szerettem. Jaj, de várom, hogy legy megyünk. Szóval, befőttes gumi, uh, uh, gorillatép. Vinni kell egy kevés ragasztó szalagot, az mindig segít. Bicska, kulas, befőttes gumi, gorillatép. Mi az, amire még szükségem volt... Uh, és kutya jön a neszeszer. Közben gondolkozom, mi az, ami még szükséges? Hát, bicska, kulacs, befőttes gumi, mobiltöltő, egy könyv, egy én, én azt javaslom egyébként, hogy novellás könyv. Miért gondolom ezt? Ez nagyon, nagyon, nagyon ridegnek fog hangzani embereknek. Én nem viszek fülhallgatót, és nem fogok mobilozni egy hónapig. Szerintem ez az utolsó megmaradt lehetőség számomra, hogy ilyenfajta digitális detoxot tartsak. Ezért a célom az, hogy egy hónapra kikerüljek a YouTube körforgásból, ami rosszat tesz a szakmának, de tök mindegy. Szóval kicsit kikerülök a dolgból. Este meghallgatom a híreket, vagy ilyesmi, de nem viszek fülhallgatót, hogy ne tudjak emberek között mobilozni, egy kicsit visszafogjam ezt a felhasználást, illetve azért viszek könyvet, hogy azt olvassam. Elmondom, hogy miért. Amikor előzőleg voltam kamino, még nem voltam ilyen mobil addigt, de gyerekek, mind a mai napig saját legszebb emlékeim nem élnek a fejemben olyan virulens módon, mint a, a a novellák, amiket olvastam a kaminon. Az ember már akkor is azért internethez voltam hozzászokva, meg tévéhez, meg stb. Nagyon megszoktam a, a, ezt a ilyen a, multimediális szórakoztatást, és a kamínon erre nem volt lehetőségem. Ott még akkor nem volt legutóbb még mobilnetem, amit tudtam használni, nem tudtam videókat nézni. És minden délután ültem, és a novellás kötetet olvastam, szerintem elolvastam azt a háromszor, és mindegyik történet elképesztő gazdagon meg, megmaradt a fejemben. Mind a mai napig fel tudom idézni azokat a Hemingway novellákat, mert egy Hemingway kötetet vittem, anyám adta. És szóval, hogy ezt nem, nem lehet elmondani, de garantálom nektek, hogy ez így semmire soha nem fogtok tudni visszagondolni, mint arra a könyve, amit itt olvastok. Én nagyon javaslom, de ezt tudom, hogy ezzel aztán pláne senki nem fog élni, hogy gyerekek, a kaminóra mentek, Bazd meg, ne youtube azzatok, ne nézzetek dolgokat, ne videózzatok, vigyetek egy novellás kötetet, azért novellás, hogy több történet legyen benne. És azon nagy agyatok, olvassátok el háromszor ugyanazt a könyvet, adjátok meg az agyatoknak a lehetőséget, hogy újra fantáziáljon, és újra magának teremtse meg ezeket a vizuális élményeket. Ez nagyon fontos, ezért viszek mobiltöltőt és egy novellás könyvet és semmi mást. Ez a harmadik kaminom, uh, Ádám Nagy. Nagyon köszönöm, hogy, hogy, ezt mondtad. Camino number 3. Portugész. Én szerintem ennyit kell vinni. Gondolkozom, hogy volt -e még nekem valami raktapa, az majd a necessary -ben benne lesz. Oké, okay, menjünk rá a necessary hát ha még eszünkbe jut valami. Necessary. Raktapasz. Opa. Uh, füldugó. A nagyon fontos, mert tömegszállásokon fogsz aludni, és nem fogsz tudni a horkolásra aludni, ha nem viszel füldugót. A füldugó a legfontosabb. Raktapaszt, füldugó, mosószappan, jól mondjátok, azzal fogsz mindent kimosni. Az tökéletes lesz egyébként, és garantálom neked, hogy sokszor, tehát szerintem azzal fogsz fürdeni te is. A lényeg az, és ezt, ez, 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 tartsatok észben, mosószappan szaga van a kaminónak. Elkerülhetetlenül, mivel minden nap ugyanazokat a pólókat hordod, egész életedbe berögzül ennek az illata, egy jó illatú mosószappant vigyél. Én megint csak ez szuper igényten, és nem mindenki fogja vállalni, én nem fogok egy külön tusfürdőt azért cipelni, én szerintem mosószappannal fogom csutakolni magam. Végig büdös leszel, végig büdös leszel, és csapzott leszel, és a hajad ragadni fog, ez a csodája, mert megszabadulsz baz meg egy hónapra attól, hogy csininkeljen, kinézed. Nem, íg, nem, tehát nem Nem, minden nap fürdünk. Nem arról van szó, hogy, hogy undarítóak vagyunk. Csak büdösek. És piszkosak, és mosó szapansagúak. Ez egy úgy hangzik, mint egy szörnyű átok, de ez egy végtelen szabadság. Fésű. Nagyon jó. A gyönyörűséges, hosszú, hajamat, ami úristen, de meg fog nőni. az, az ki kell fésülni. Köszönöm. Uh, és fogkrém. Kicsi. Kisméretű. Veszel ki újat, Veszel ki újat, hogyha muszáj, de ki, mi, mi, ne vigyél nagy, nagy tubusokat. Megint csak ezek pár tíz, száz grammok, nagyon sokat segítenek. Uh, raktapasz fűdugó. igen. Fájdalomcsillapító. Ez nagy rész placebo, de csomó dologban tud segíteni, főleg, hogyha mondjuk leégsz, hogy tudjál aludni. Uh, apropó leégsz, naptej. Mi van még? Tehát raktapasz, füldugó, mosószappan. Hmm. Körülmelló nem kell, mert van nálad egy bicska. Lábkrém, felejtsd el, a lábad szét fog baszódni. Nagyon szét az garantáltan tele leszel az meg. Vízhólyagok az normális, viszont vízhólyagok, cérna és tű. Ez fontos, hogyha valami elszakad a ruhádon, amit muszáj egybe tartanod, hogyha a vízhólyagjaidat kell kiszúrni, cérna és tű, az segít. Kötszer. E, kötszer. Kötszer, ezt adom. Kőszer ez már csak azért is, mert nagyon fásrizni kell majd a lábadat, hogyha nagyon szétbaszódik. De megint csak ne felejtsétek el, hogyha követitek a típjeimet, és felkészültök, bejáratjátok nem csak a lábatokat és a talpatokat, de a cipőtöket is kategóriákkal. Kategóriákkal kevesebb vízholyag lesz, fájdalom lesz, sarokrepedés lesz. Ö, ú, viszont jut eszembe. Szandált ezt utánra tesszük. Láb, bőr, reszelés. Hülyén hangzik, fiúknak nem lesz hozzá kedve. Ha nem szeded le a, nagy vastag lábbőrt, tudjátok, megkeményedett lábbőrt a talpaidról, úgy is írom, hogy talpbőr, ha nem szeded le, ezt múltkor elmeséltem, úgyhogy most csak röviden fogom, ez a vastag réteg, ez megreped. Van ez a vastag réteg a sarkadon, meg ugye az első lábjában, és egyszer megmutattam valamiért lábkontentbe, keresőm. Van egy vastag réteg, ami megkeményedett, ez megreped. Alatta van a, a bőr, a konkrét bőr, az érzékeny bőr, ami a repedés hatására szétnyílik. Ez csíp. Nem is igazán fáj, gecire csíp. Na most, te azt mondod, hogy áll! Ezt a szétrepedést én gyorsan összefáslizom. Igen ám de így nem tud begyulladni a bőr alatta, mert fedi egy rakás vastag, halott bőr. Le, ezt a vastag réteget le kell szedned, mert ha nem, akkor hiába fásizod, ez mindig szétnyílik összerak, szétnyílik összerak, ez mindig újra meg újra feltépi az attalévő lévő sebet. Geci fájdalmas, egy ide után azonnal be, begyullad, szóval ez, ez csíp, és aztán borzasztó. Ja. <coughs> Lassan már -e, egész patikát én nem hiszek ezekben, fájni fog. Fájni fog. Dezodor szóban nem jön. Szóba nem jön. Minek? Minek? Dina, minek? Én, nekem ez egyébként a legnehezebb, én azért nagyon szívesen vinnék Dezodort. Uh, hat órát mész a tűzön napon, elkerülhetetlenül Geci büdös leszel. Mosószappa, jól mondja a csízi. Mi szokott motiválni a kaminok során? Uh, engem a kamino motivál. Én egy na, én túrás gyerek vagyok. Én túrás gyerek vagyok, én szeretek sétálni. És a kamino az eleje az nehéz. Aki azt mondja, hogy nem az hazudik, az eleje az mindig nehéz. És aztán a végére nagyon rosszul fog esni, hogy nem sétálsz. Hazajössz, és fel fogsz ébredni reggel hatkor, és ki akarsz menni a konyhajtón, mert egyszerűen valahova mennem kell. Tehát a motiváció után a rendszeresség felváltja ezt a motivációt. Kazsake, nem tudom, hogy megköszöntem -e a subscription, de nagyon köszönöm a subscription. -t. Miről ma te Itt, a, itt, itt beszéljük, hogy hogyan kell felkészülni a kaminóra. Szóval. Létezik ilyen mini dezodor. Megint csak, megint csak. ez a, le, ez a minimum, ami szükséges és a dezodorból az, az 50 g se szükséges. Ez hozzátehettek, ez, de tartsátok észben, hogy az egy liter kulacs az már egy kg. Plusz. Hogyha 8 kg fölött vagy, fájdalom és szenvedés lesz minden áldott másodperc. Nem, nem tudom javasolni. Én most megyek a legkevésbé felszerelt kaminomra, nekem gyakorlatilag ennyi lesz. Nekem gyakorlatilag ennyi lesz. Zsepi! Geció. Zsepi. A zsepiben az a baj, hogy sok helyet foglal, de a zsepi az elengedhetetlen gyufára nincs szükséged, mert nem a természetben alszol. Ezekhez egyébként hozzátenném, hogy, hogyha ezt majd megéljük, sátor, igen, sátor, kiegészítők, ezt is Beírom, hogyha, hogyha sátrakkal akarsz menni, mert én egyet megcsináltam sátrakkal, az, 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 az nehéz volt. És a legnehezebb útvonalra mentem az északi útra, baz meg, az nagyon para volt. De mindegy, írjuk be ezt. Sátor kiegészítők, kecsua, sátor, lábos, gyufa, mi az, ami még ezekhez kell kötél? Jaj, legfontosabb az meg! Jézus Máriám, eszközökhöz. Fejlámpa! Fejlámpát vegyetek! Fejlámpát vegyetek! Na az 50 g. Az 50 g, és az nagyon foga sokat segít, mert a kaminónak a menete ez, ez, ennek külön lesz, útvonal, oké. Okay. Ö... Hogy írjuk? Milyen szépen írom ezt a jegyzetet? Aha, felszerelés, nem? Jó, útvonal. És akkor lesz az, hogy napi rend, és a napi rendben, a napi rendben, OCD, a napi rendben benne lesz, hogy mennyit mész a sötétben, és elég sokat fogsz a sötétben menni. Jó, van, ruhák, eszközök, stb. 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 Sátor kiegészítőkről még lehet beszélgetni, de én most nem szeretnénk arra sok időt szállni, mert én nem sátorra megyek. Termofólia, semmit, se, minek? Mit, mit, akarunk védeni magunkat? Nem, nem kell semmit védeni. Viszont valamiért kihagytam az egyik legalapabb dolgot. Fejlámpa is. Hálózsák. Könnyű. Nem kell, hogy vastag legyen. Nem kell, ágyba fog aludni. ilyen, ilyen, ilyen turista szállás, tömegszállásokon. Könnyű hálózsák. <kül> Napló és toll. Köszönöm. Ezt én is fogok vinni. Íme az első kaminom naplója. Ebben nagyon, nagyon érzékeny és személyes dolgok vannak írva. Illetve a második kaminomnak is ez a naplója, ugye? Igen. 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 Bocsássatok meg, csak nem akarom, hogy izé. Itt van még mindig a térképem. És ez azt a kurva! Azt a kurva! Hát nézzetek ide! Ez, ez, ez az, amit ugye kapsz, ez a, 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 a ilyen, mi az, ö, zarándok útlevél, minden nap, amikor valahova elértél, ott bele, a szálláson belepecsételnek, és így tudod ellenőrizni, hogy merre mentél, illetve ugye annak idején a rabok, akik végigjárták ezt a zarándokutat, ők így tudták bizonyítani, hogy mindenhol jártak. Na most én egy csomó helyen nem kaptam pecsétet, és oda én rajzoltam. Én rajzoltam. Ez, kérlek szépen, ez Gergely Szirmai, és gyalog jártam végig, ez a... Kér, ez... Jézus Máriám! Bocsássatok meg, csak most visszaküldött. Vissza ez, ez... a második kaminomnak, az északi utamnak a, a, naplója. Azért nincsenek benne pecsétek, mert az erdőben aludtam. És ahol az erdőben aludtam, oda én rajzoltam magam. Nem tudom, hogy ezt meg tudom-e mutatni rendesen, mindjárt megnézem. Én, azt mondja, hogy... Igen. itt, itt van. Például itt van a Santander. Itt látszik, hogy a buszpályaudvaron aludtam egy padon. Mert nem volt pénzem szállásra, úgy lett kiszámolva a pénzem, és ezért első nap, amikor megérkeztem a helyre, a, pad, a padon aludtam. Itt Gihon, itt nem aludt, vagy nem tudom, ez mi volt vajon. Jaj, ez, jaj, itt rossz irányba mentem, visszafelé mutat a nyíl, mert itt rossz irányba indultam, és rengeteg extra kilométert tettem meg, azért vagyok szomorú. Itt van Nowhere. Ez nem is tudom, hogy hol. Megálltam az erdő közepén, és a fák alatt a sátramba aludtam, a semmi közepén, az, erd az erdő sötétjében, és azt hinnéd bazd meg, hogy men versus bear, de bazmeg meg sem men, se bear. Nem tudott volna engem felkelteni, bazd meg. Úgy aludtam, mint a bunda. Azt a mindenségit. Na, szóval, hogy ilyen emlékek vannak, itt van még egy rakás. Az egyik helyen. Az egyik helyen. Uh, ja igen, horkoló német turistákat rúgdosta meg egész éjjel. Aztán itt van egy Santiago áthúzva, amikor nem álltam meg santiago -ba. Csodás. Szóval ezeket víz, még a naplótba el tudott tenni. És azt mondja, itt van... What a day! He lay in the orange tent beside the Alberg. He could not move. He lay watching the top of the tent that was covered in mold and made everything look yellowish. Wow! Írtam egy angol Írtam <laughs> egy angol novella részletet Negrejában. He awoke in Santiago this time, so he could, nem can, hanem could, szírmai. So he could make an early appearance in Negreja. Things did not go as planned. Miért angolul írtam, nem tudom. He crossed the woods in the early morning, he followed the red arrows. Ó, oh, Isten a vörös! Jaj, ne! Annyira sajnálom Gergő, annyira sajnálom múlt Béli Gergő, az egy, az borzasztó nap volt. Ott, ott, történt, azért írtam angolul, mert diszaszo diszaszociáltam. Ez annak a napnak a története, amikor a halál közeli élményem volt. Atyáék. A kaminon volt egy halál közeli élményem, ami minden mai napig kísért. És utolsó pillanataimban arra, arra fog gondolni. Na, nagyon sokszor meséltem azt hogy nem meséljem újra. Átestem a szalkorláton gördeszkával. És Háttal beestem az erdőbe 30 km per órás sebessége, és így húztak el a fák mellettem, és egy másodperc, egy pillanatra, egy Matrix időre biztos voltam benne, hogy meghalok. Mert így mentek el a fák, és tudtam, hogy na, hogyha egyet -egy tarkón kapok, akkor vége. És az a pillanat, amíg estem át a szalakorláton, az egy könyvnyi gondolatot szült az agyamban. Tehát annyira felment az adrenalin, hogy olyan gyorsan pörgött az agyam, hogy annyi mindent gondoltam, és ez mind megmaradt mind a mai napig. Egy igazán traumatikus élmény, ami gondolom megváltoztatta az élethez való hozzáállásomat, de az biztos, hogy egy monumentális pillanat volt. Nagyon-nagyon fantasztikus, örülök, hogy leírtam. Vigyetek! Vigyetek naplót és tollat, ezeket mind elfelejtitek, hogyha nem írjátok le. De ez, ez specifikusan nem, de sok mindent. Ja, úgyhogy e, e, bicska, kulacs, befőttes gumi, ezek könnyűek, mobiltöltő, egy könyv, cérna és tű, fejlámpa, ezek könnyűk, hálózsák az nehezebb, és a napló. Tehát ez, ez, még mindig nem tart, nem, nem olyan sok, szerintem ez ilyen 6-7 km ez meg lesz. Ne, e, ne szeszed, még egyszer nézzük át. Raktapasz, füldugó, mosószapen, fogkafa, fogkrém, fájdalomcsillapító, naptej, köccel és zsepi. Ö, ja, ennyi. Ennyi. Elem. Uh, a, a, a fejlámpának uh, már USB-c s belső, belső aksia lesz. Martin, köszönöm szépen a 6 hónap, mi? Hat hónapra feliratkoztál, Martin? Martin, nagyon szépen köszönöm, ez rengeteg uh, bizalom és támogatás, nagyon köszönöm. És Only Black Socks. Haha! -ha! És feliratkozott öt hónapja, nagyon szépen köszönöm, srácok, Martin, nagyon kedves vagy. Törülköző, köszönöm szépen, ezt valamiért megint elfelejtettem. Uh, ezt a Nesseszerhez beírjuk egy kis kis törülköző. Ö, megint csak nem kell az egész testedet fednie, nem kell tökéletesen leszárítania. Minden nap a, ilyen kettő-három környékén fog zuhanyozni. Ö, napon megszáradsz, hogyha esik az eső, akkor meg idővel megszáradsz. Ne vigyetek nagy törük Sebb uh, Haroldina, ez az, ahol én nem vagyok, nem akarok tanácsot adni, én nem szoktam feltőtleníteni a sebeimet, én lemosom vízzel, és mindig rendben van. Uh, Beraktapaszozom, és, és nem szoktak elfertőződni. Egyetlen egy félesebben feltőződik el rendszeresen. A szúnyog az azért, mert álmomban vakarom a lábkontent. Lábkontent. Szóval itt vannak, látjátok ezek a kisebbek? Lá, itt ott látszik is, igen. ezek elfertőződnek, mert... Mert ott, ott csíp meg a szúnyog, és álmomban vakarom, és beledörzsöm a sarkamat, és az rossz. Ja. Mennyire a közönség a kaminó alatt? Kommunikálsz barátokhoz a többiekkel? kisokos, én, én magamnak való ember vagyok olyan szinten, hogy ö, tudok hiperszociális lenni, és élvezem az emberek társaságát, de nincs rá igényem vagy szükségem, főleg nem hosszú távon. Én úgy gondolom, és ez figyeljetek ide, hogy gyertek közel. A kaminót nagyon sokan félnek egyedül megcsinálni, ami full legitim, főleg, hogyha lányok vagytok. A kaminó nagyon biztonságos. Nagyon biztonságos, civilizált helyeken megy végig, de sokan nem akarják egyedül megcsinálni. Én a következőt tudom nektek mondani. A különbség aközött, hogy egyedül csinálod, és hogy többen csináljátok, szerintem senki számára nem felmérhetően drasztikus. Ezt lehetett volna komplikáltabban megfogalmaznod? Oké. Okay kibaszott nagy, kurva nagy különbség van a között, hogy egyedül csinálod, vagy hogy bárki mással csinálod. Az élmény nem ugyanaz, és ez megint csak egy puritán dolog, amit sokan el fognak vetni, nem ugyanaz többek, többen menni kaminóra, mint egyedül. Én nem tartom, sőt, meg nem. Én nem tartom igazi kaminó élménynek, ha több emberrel mész. Van mellette segítség, van mellette társaság, akit ismersz, akihez kötődsz, akit, akibe kapaszkodhatsz, nem úgy küzdesz meg magaddal, mintha egyedül mennél. Nem úgy ismered meg magad, mintha egyedül mennél. Nem úgy, nem olyan mennyiségű időt el magaddal, mintha egyedül mennél. Ha már ráveszed magadat egy ilyen útra, és maradjatok, legyetek biztonságban, de én egyedül mennék, és... És sajnos egyszerűen, egyszerűen őszintének kell lennem, én, én nem, nem ugyanolyan kategóriának tartom azt, amikor valaki többen megy. Egyszerűen, nem, egyszerűen semmilyen szempontból nem tartom trúnak. Egyedül kell menni. Ez az én véleményem. Megint csak vigyázzatok magatokra, és megint csak, hogyha valaki esetleg patognája miatt, tudja és érezze a szívébe, hogy nem érdekel egyszerűen egész más. Úgyhogy én beszélgetek emberekkel, persze. Nem lökök el magamtól mindenkit, de nincs túratársam. Senkivel nem akarok nagyon sokat uh, együtt lenni mert az értéke a kaminónak abban van, hogy magaddal vagy. Kis Kisokos, köszi szépen! A prime subscription! That's continued from sub. Nagyon szépen köszönöm a, 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 az ismételt feliratkozást. Kb. mennyivel kerül a kaminó? Nagyon olcsó. Nagyon-nagyon olcsó. Kaminó, ö, ö, ez, me, me, megnézzük nézzük át akkor a napi rendet, mert az jó, az uti, útvonal majd a végén lesz. Uh, Napirend. OCD. Szóval. 5 órakor kelsz. Ébredés. 5.30. Jó lenyújtasz meg, mint tudom 5.45, start. Azt mondja, mész egy 6 kilométert, 7 órakor, azt mondom neked, hogy 7 órakor reggeli. Ez azért jó, mert beid, úgy kezded a napot, hogy mentél 6 kilométert, ez nagyon-nagyon fontos számomra. Én addig nem is szoktam enni. Én nem táplálkozok, mielőtt elindul a napi túra, mert azt szeretném, hogy a szervezetem lendületben legyen. Ez nagyon sokat fog segíteni abban, hogy nem, uh, tehát gyorsan legyőzöd az álmasságot. Szép, crispy reggel van, csíp a hideg, mész, 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 geci gyorsan egy óra alatt lemész egy. 6 kilométert leülsz reggelizni. Kávé és... és szénhidrát. Ezután... 7 órától 14 óráig mész. Túra vége. 14 óra 30, ebéd. Ne egyél közben, ameddig nincsen vége az utadnak. Ne egyél közben. Kurva nehéz teliassal menni. Csokikat lehet persze, nem erről beszélek, de... Ezért, ebéd. 15 óra attól, ö, mosás. Hát... Túra vége, nyújtás. Én azért leszoktam rögtön nyújtani. Mosás, teregetés, fürdés. De Gergő, nem akar szépen tisztán ebédelni? De! De nem fog. Megérkezek be az meg 6 óra gyaloglás után, én enni fogok. Mosás, teregetés, fürdés. 17 órától szabad idő. 21 óra akkor ágyban vagy. Így néz ki egy nap. ettől el lehet deviálni. Óva intek mindenkit, hogy kikerülje ezeket a harcszabályokat. A szervezetet fantasztikusan meg fogja szokni a, ezeket az időpontokat. Egy idő után magattól ébredsz, egy idő után magattól érzed, hogy mikor telt le a 30 km, egyszerűen tökéletesen rá fogsz érezni. Ne egyetek túrázás közben sokat, és inkább csak igyatok sokat. Szabadidő, bocsát, igen, szabadidő vacsora. Ö, ebéd, várjátok, bocsát, igen, ebéd. Ö, banán, ö, kolbász. És hát, mondjuk én egy bagettet szoktam enni, bagett. Én este, este szoktam igazán a vacsora a nagy vacsorát megejteni magamnak. Köszönöm, hogy mondod. Legjobb emlékezetem szerint én sokszor egyébként majdhogy nem kihagytam az ebédet, nagyon keveset ettem. Alvás előtt szoktam jól bezabálni, ami nem feltétlenül tökéletes, ha az ember testet épít, de az alvásnak nagyon sokat segít. Kutak mennyire vannak? Attól függ, hogy melyik útvonalon mész. Sajnos. Mennyi víz kell, honnan? Nagyon jó mondod. Ébredéskor vissza egy liter vizet. Reggelihez vissza egy liter vizet. Ébredéskor nagyon sok vizet kell inni. Uh, reggelihez uh, iszol vizet, és viszel a vizet, és azzal elvileg ki fogod bírni. Ez már két-két és fél liter. Tehát az már bőven jó, hogyha nagyon meleg van, akkor a, a túrán azért uh, bőven találsz helyeket, megállsz. Vannak csapok, megint csak a főútvonalról beszélünk, ott van bőven csap és forrás. Van bolt is akár. Úgyhogy uh, nem, nem, nem nehéz. Egyetlen egy hely van. Pamplóna és mi a faszom között. Pamplóna és mi a faszom között. Már nyitom is. Pamplóna. Bazd meg, hol? Ezt meg kikeresem nektek, mert ez lényeges. Öh. Ezt nem dobja ki magától a mapset. Ennyi, ennyi. Vagy csak én nem látom. Öh. Azt mondja, hogy... Jaj, Pamplona. Jaj, de szerettem ezt a várost, ez egy nagyon fasz a város. Uh, azt mondja, hogy jössz le! Jössz le! Pamplona. Hú, az meg, hol? Valahol itt. Valahol itt. Valahol aran... Háj, faszom sem emlékszik. Leoni... Leon és Pamplona között van egy ilyen kis dip az útban. Bazd meg, most hirtelen nem jut eszembe. Mindegy. A közepén az útnak van egy hely, ahol 24 kilométerig nincs víz. A lényeg, uta, a lényeg, az, hogy Pamplón után nagyon figyeljetek, amint az a spanyol alföldre értek, nagyon-nagyon kell figyelni, geci meleg van, és ö, megeshet, hogy nincs víz. Én egyszer beszoptam, akkor napszúrás is kaptam. De az is ki van írva. Abszolút kiírják, abszolút kiírják, hogy hello, most 20 kilométerig nincs víz. Egy ideje nem dobja ki baromi idegesítője. Ja. Szóval, de én erre megyek, én Portugália megyek, látjátok, nagy, nagy települések között megyünk. Az északi úton lesz az. Az északi úton kell majd arra figyelnem, hogy vizet szerezzek. Logroño! Logroño! Jaj! Gyerek, bocsánat, de olyan annyira nosztalgikus állapotba kerültem ettől, hogy fantasztikus. Szóval. Visszakanyarodva. Napi rend, köszi. Köszi, hogy emlékeztem, a vacsorát. Igen. Szóval a lényeg az, hogy ebédre én nem mennék nagyon sokat, mert hátra van a fél napod. A fél napodban tudsz magaddal foglalkozni, jogázni, haverkodni, mit tudom én, csajozni, megesik abszolút. Szóval itt tudsz egy aktív lenni, én nem zabálnám halára magamat a nap közepén és ez most, ez, ez csalás, is, ez kicsit, és ez, én ilyenkor szoktam aludni egy 20 percet. Napping. Hogyha, főleg, hogyha nagyon meleg volt, jó tesz az agyadnak. Jó volt a dokumentumfilm forgatás? Nagyon fasza. -e. Ebédre szerintem max egy gyümölcs? Nem, 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 dragonyos, nem, 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 nem. Banán, kolbász és bagett, zsír, hús, gyümölcs, cukor és szénhidrát. Miért? Mert hat órát mentél iszonyatos, uh, iszonyatos mennyiségben égeted a, a, a tartalékaidat. Nem teheted meg magadra, hogy egy darab gyümölcsöt teszel ebédre. Nem, az a reggeli. Én reggeli lehetem kávét és, és croissantot minden reggel, és az bőven elég volt számomra. Miért nem viszel egy kiló szalonnát, uh, Quimby? Azért, mert nem viszel semmit, amit nem muszáj. Erről szól ez a lista. Most így néz ki egy napirend. Ez nem válaszolt arra a kérdésre, amit feltettetek. Uh, alvás... Uh, az albergekben, a specifikusan a zanádoknak a fenntartott helyeken, amikor én utoljára voltam, 5-10 euró volt a szállás maximum, a 10 az már nagyon soknak számított, inkább 5 vagy donatívó, ami azt jelenti, hogy annyi pénzt hagysz amennyit szeretnél. A francia úton, a fő útvonalon, a legnépszerűbb útvonalon most már drágább lesz, az biztos, illetve kevesebb a donatívó. Mert ott mindenki már elkezdett az arendokokból élni, mert kurva sokan vannak. Én ezért nem is akarok soha visszamenni a francia útra, de nagyon szép a francia út. Jaj, de hiányzik. Jaj, de, jaj, de jó lesz. Na mindegy. De, bár annyit beszélek róla, és nem tudom elmagyarázni nektek, hogy miért ez a legfantasztikusabb dolga a világon. Na mind, szóval, hogy most már azért drágább, de ne felejtsd el, semmit nem csinálsz. Semmit nem csinálsz, mint szállásfizet és olcsó kaját eszel. Én javaslom, hogyha követitek az én módszeremet, és tényleg minimalizáljátok a külső irritációt, az audiovizuális szórakoztatást, akkor nagyon olcsón fogtok táplálkozni, nagyon egyszerű, a kaját fogtok enni. A híres spanyol kolbász, ez a penészes kolbász, ez minden energiával el fog látni titeket. Hogy hívják? Chorizo. Chorizo kolbász, ez mindennel el fog látni, ez fantasztikus lesz. Mentális is megtervezed előre a napokat, hogy milyen témákat gondolsz végig a mai napokon? De érdekes, igen, ez számomra így volt. Én minden nap, az első kaminómon minden nap kijelöltem magamnak egy témát, amin gondolkodtam. És ez segített abban, hogy fókuszált legyen a figyelmem. Témák a napokra, család, család, apám, szerelem, szex, tudatmódosítószerek, barátság, hírügynökség volt, egy, ugye az első kaminomon indult a hírügynökség. Volt egy hírügynökség nap, amikor kitaláltam, hogy mi akarok lenni a Youtube-on. Tehát ilyen, ilyen, szakmai célok, az, arra is lehet gondolni, csak limitáljátok a szakmai célokat, rakjátok el egy helyre. Akkor volt önbizalom, amikor azzal foglalkoztam, hogy izé, én önszeretet, meg ilyesmit, ezt próbáltam fejleszgetni magamban. Nem jut eszembe most több, ezek a napok biztosan voltak. És tudod, ez furán hatrad, mi az mit fogsz a szexen gondolkozni egy, egy napig? Na, abszolút tök fontos a legkínosabb kérdéseknek, vagy a leg izébnek, kérdéseknek is rendes időt hagyni, hogy akkor szépen végigveszed. Hogy jó, ez most ez, ez most ezt jelenti nekem, én így viszonyulok hozzá, mi az, amit máshogy akarok csinálni, mi az, amiben fejlődnöm kéne, mi az, ami, gátokat gátakat szül bennem, mi az, ami nekem kell, mi az, ami nekem nem kell, annyi minden el lehet agyalni. És képzeld el azt, hogy egy napot ezzel, egy, egy ilyen témával töltesz, hogy mit tudom én, család, és akkor vagy barátnő, vagy kapcsolat, és akkor így minden oldalára ránézel, és, ez, ez, a hat óra, ez egy, egy, egy végtelen utazás. Minden oldalát megvizsgálod, és, és, és hogyha sikeresen tartod magadat ehhez a célorientált meditációhoz, hogy nem engeded el buklászni a gondolataidat, az, 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 egy olyan nyugalmat eredményez, hogy így ott vagy a negyedik óránál mondjuk, és, és átrágtál mindent, és hirtelen felnézel, és arra jutsz, hogy így az meg így, mint, egy, mint bemalterezve a tégla, az meg az élet falába, így oda van illesztve, és tökéletesen benne van, és minden, minden, minden tiszta, és az annál fenomenálisabb érzés, főleg egy hiperaktívnak, nincs. Valószínűleg én egyébként azért szeretem ennyire ezt az utazás, mert az agyamat irányba teszi. Deadpool készülőben, hétvége. Hétvége. Na! Ö, útvonal, ezt át fogjuk nézni. Mi az, ami még titeket érdekel? Ez az ez szerintem ennél többet egyszerűen nem, nem látom, hogy kéne vinni. Most még egyszer átfújtsuk. Zokni, nadrág, boxer, ö, öf, póló, pulcsit én nem viszek, nejlomponcsó, sapkát se viszek, kendő, napszemüveg se viszek. Ez ennyi a, ennyi a, ruhád. Igen. Eszközök. Kell egy bicska, kajáláshoz meg, faforagáshoz kell egy kulacsot tudja vinni, vizet vinni. Kell egy befőttes gum, adag befőttes hogy mindent mindenhez oda tudjál szerelni. Gorillatép kell, hogy a sarkadat megragazd egyébként. A simán lehet, hogy egyszerűen csak egy téppel fogod a sebeidet letakarni vannak itt gusztustalanságok út közben, illetve az, az, segít különböző dolgok felszerelésére, alvásra, stb. Mobiltöltő, igen, egy darab könyv, cérnatű fejlámpa, hálózsák és napló. Ennél több nem kell. Repülővel megyek ki repülővel megyek oda is, vissza is. Santiago de Compostelából repül, megy repülő. Nézd csak, ezt meg is mutatom neked, mert két vége van a, az útnak. Santiago a hivatalos vége a Zarándok útnak de santiago van egy 80 km ki Finisterrába, az itt ez a csücsök, ez, ez a legnyugati pontja Európának. És nagyon sokáig azért hívják Finisterrának, vagy Fiszterrának, mert sokáig azt gondolták, hogy ez a világ vége. Nem értesültek további világokról, további helyekről nyugatra. Úgyhogy ez nagyon, ez szuper izé, trónokharcás, de így van, és ez számomra az igazi vége, Santiago egy nagyváros, és miután te egy hónapot sétáltál, kurva szarul fog esni a nagyváros, mert végig a természetben voltál, végig csönd volt, és bejész oda, és mindenhol tekereknek az autók borzasztó. Én azt javaslom, hogy ne is nagyon aludjatok Santiago-ba, vagy ha igen, gyorsan takarodjatok el onnan. 80 km még, és ez ez a látvány volt az egyike, Háromszor sírtam szerintem egész életemben az élettől magától. Összesen háromszor. Nem problémáktól, tudjátok, nem szerelmi bánattól, hanem úgy az élet olyan monumentális érzelemmel vágott arcom, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudod hova menni ez az érzelm, és a szemeimben jött ki. És ez volt az egyik. Egy hónap után, de ezt már sokat meséltem, nem akarok tényleg ennyi mert volt külön kaminosztorizm, de mindegy. Szóval csak röviden, ide amikor kiírtam a végére, olyan, olyan, élmény fogott el, ami, tehát, biztos lányoknak valószínűleg ismerősebb, de van az, amikor nem nagyon szomorú vagy, vagy nagyon boldog, hanem egyszerűen annyi érzem jön, hogy így elkezd ömleni a könnyed, de nem, nem hisztizel, vagy kapkodod a levegőt, hanem csak egyszerűen ilyen, ilyen túl sok van benn. Na ez volt ilyen, megérkeztem az út végére egy hónap után, a Finisterre az egy hosszú, hosszú, ilyen beszögellő szikla, és a rengeteg természet és fák és stb. után egyszer csak eltűnik minden. Az út során először meglátod a tengert, és így körbevesz. Meg, mondom, tehát kétszer, két, háromszor volt ilyen életemben, vagy egyszerűen nem annyira élet volt, annyira életvet körül, annyira eszenciális, filozófikus értelemben vett élet történt velem, hogy, hogy az megrékatott csodás élmény volt. Csodás élmény volt. Nem kell női nemre lokalizálni a férfiak és sírnak. Nem erről van. Johnny, a férfiak azok, azok jobban óckodnak a sírástól, jobban kerülik a sírást, és így a férfiak leginkább fájdalomból sírnak. Illetve amikor meglátják a felelősségüket az ortánál. Tehát a, a, a férfiak, a, férfiak, és ez mondom, ezzel vannak bajok, de azért lokalizálom a nők, könnyebben, szabadabban Engedik meg maguknak, hogy sírjanak sír általában. Hunzman, köszi szépen a Prime Subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Klubban, Hunzman! Sok sikert az útra! Érdekes így belelátni, miről szól ez az egész? Köszi szépen! Hát, nagyon izgalmas! Uh, tehát, uh, igen, akkor ide csinálunk egy ilyen... Ja, igen! Uh, pénz, akkor mondjuk azt számoljuk, hogy 10 euró per éjszaka szállásra, nem tudom, 20 euró kajára, mennyi az 6000 forint? Ú, most már 8. <laughs> én azt mondanám, hogy 20 euró kajára. És az túl, túlzás. Én, 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 elmondom, hogy mit ettem, Én elmondom, hogy mit tettem. Ide is írom nektek. Reggelire kávé és szénhidrát, valami croissant. Semmi más sajtot, semmi ilyet nem ettem. Ebéd banánkolbász és bagett, az, a true story volt. Nagy vacsorának azt mondja, hogy rizs, ilyen kis tasakos rizs, kolbász, vagy békön szalonna, nem inkább írjuk szalonnát, hogy legyen változatos. Bacon szalonnát csináltam sokat. Rizs, szalonna, paradicsom, püré, kukorica, konzerv, és... Várjátok? Répa. Miért ezeket vettem? Mert könnyű volt őket szállítani, és amikor ugye nagyon sokszor a szállásod mellett nincs bolt, ezért a út végén a hátizsákodban kell vinni. Úgyhogy én ezt ettem. Én ezt ettem. Hogy kell ezt? Így. Nem. Így. Nem, így se jó. OCD! Így lesz jó, akkor ennyi. Tehát én ezt tettem almaszőlő kemény, és nem rossz, de ez drága. Én azért az volt az egyik cél, hogy ezek mind kemények legyenek, és ezért könnyű legyen őket vinni hátizsákban. Másrészt pedig ez relatíve olcsó volt. Mondom, a szalonna az ilyen helyi szalonna volt, nem volt nagyon jó minőségű, de tele volt hússal és zsírral, és arra szükség volt. Itt tehát a, pénzspórolás volt nekem nagyon fontos, mert fiatalabb voltam. Kolbász a number one túlélő a kolbász geció, bazd meg. Tele van proteinnel, tele van zsírral, nem sok zsírral, de elég zsírral, sóval. Fantasztikus. Kemény sajtok. Mondom, én sajtot nem tartom fontosnak. Én sajtot, nem, én a zsírtartalmat azt máshonnan szerzem, laktózra sok szükségem nincs. A, a sajt az finomság, én nem tartom szükségesnek. Ez a minimum, amit itt meghatározunk, ez a minimum. Én azért akarom ezt csinálni, mert én már jelvezem a minimumot. Én bazd meg a teljes mértékben örökké rabszolgája vagyok a mcdonalds karamellás Super McFreeze-nek. Én nagyon fogom élvezni, hogy egy hónapig most szalonát eszek zsírral és, és rizsrel. Max Camino, azaz. Nőknek kell a fehérje, hogy meg tudjuk kötni a vizet. Fer, 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 fer. Csajoknak valószínűleg más. Csajoknak valószínűleg más, ez igaz. 30 euró per 30 nap. A, azt mondanám. Plusz a repjegy plusz a repjegy. Igen, az, az kb. korrekt. Az kb. korrekt. Lehet spórolni dolgokon. Én azt gondolnám, hogy ez így... Sőt, bazd meg, mi? 5 euró volt a... Most, most jut eszembe. Jó, azóta, a forint szarab, de 5 euró volt a reggeli kávé croissanttal, mert az mindig egy jó helyen itt a jó kávét. És 15 volt a... Ennyi, 20. 5 euró volt a kávé, és 15 euróért vettem a a reg, ugye azért nagyon hasonlít az ebéd meg a vacsora, mert az egybe vettem, és akkor úgy volt, igen, banán, kolbász, igen, ez, ez a, ke, amennyire fel tudom idézni. E, én úgy emlékszem, hogy 20 euró volt. A szállás akkor nem naponta 10 euró, de azért mondtuk, hogy 30 nap, mert 10 euró per éjszaka, 20 euró kajára. Na most, amikor sátrazol, akkor nincs 10 euró, az fasza, viszont nehezebb a táskád, és tényleg, higgyetek el nekem, az egy dolog, ami fontos, ezt ide írjuk. Az egy dolog, ami fontos, hogy könnyű táskát vigyen. Ennyi. Ez a legfontosabb. Ez az egyetlen dolga, ami lényeges. Semmi más. Semmi más nem írhatja fölül. Oké. Okay. Uh, az meg volt, meg átbeszéltük sátor kiegészítő, kecsős sátor, lábos, gyufa, kötél, uh, és ide kell azért egy polifom. Mert megint csak... Megint csak... Az alvás minőség az rettetesen lényeges, ezért viszünk rengeteg füldugot. Szerusz, Nem félték, hogy, féltél, hogy, hogy ellopják a cuccait? De! De én ugye vittem, vittem az első két kaminómra, és az is annyira fantasztikus, hogy már nem kell. Vittem fotógépet. Mert a mobilomban még messze nem volt kamera vagy olyan jó kamera. Vittem még fotógépet, meg azokhoz is töltött, azt most már nem kell. Úgyhogy féltem, de a szerintem főleg, hogy a francia úton mész, az El Camino területe az a legbiztonságosabb helyek egyike Európában, mert zarándokokkal vagy körbevéve, akik szeretnek és figyelnek rád és annyira mindenki át van szelleműve, hogy, 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 segítenek neked, ezt most nem így mondtam, de na mindegy. Ez az én személyes, személyiségbeli problémám, úgyhogy ezt a cinizmus le kell küzdenem. Mindenki annyira át van szelleműve, hogy jó indulatú veled, és segít rajtad, és, és, én garantálom, hogy a bárki, aki érdekelt pénzügyileg a a zarándokokban az készen áll lelőni a rablókat. Tehát, hogy nem is az zarándokoknak kell megvédeni magukat. Ahogy régen volt ugye a Tau, a lovagrend, akik vigyáztak az zarándokokra, most a boltos néni fogja a shotgunnal arcba lőni a zsebtolvajt, mert az meg az zarándokok hozzák a pénzt. A helyiek abszolút érdekeltek abban, hogy fennmaradjon a jó hírneve az zarándokútnak, ők vigyázni fognak rád. Az ofisztráz kapuztus is pulcsit viszel, és az oldaladon alszol, táskát magadra tudod venni a pulcsi alvás. Ah, egyébként még az sem, nem rossz egyébként. Ah. Tudom már, milyen könyvet vissza. a gyerekek, ez a legnagyobb problémám és a legnagyobb kihívásom. Én lehet, hogy csalni fogok. Én lehet, hogy csalni fogok. Számomra nincs, nem találok jobb megoldást. Mint a novella írás urát, királyát, istenét elvinni magammal, pedig már mindegyiket olvastam, de én a Hemingway novellákat fogok vinni. Én még nem olvastam jobb, tartalmasabb, mélyebb, gyönyörűségesebb novellát, mint amit Hemingway írogatott. Hemingway-nek a, az, a, a, a könyveivel vannak fenntartásaim, de a novellái azok számomra, és nem vagyok egy nagy már, de számomra utolérhetetlenek. Úgyhogy lehet, hogy olvastam már őket ezerszer, de lehet, hogy azt fogom elvinni, csak a lelke. Egyszerűen egyszer, egyszer nem, 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 bízok más novellás kötetben. is like white elephants. Ah! Minden előttem van. Annyira durva, ezt mondtam már a streamen, én nem ismétem meg. Minden Hemingway novella. Tudod, melyik a kedvencem, Pévik? Akkor te vágod. A Clean and Well Lit Place. Ami arról szól, hogy a háborús Madridban, a háború, tehát a ostromolt Madridban, egy étteremben ül egy bácsi, aki mindig az, azt a helyet kéri, ahol a utca lámpa jól megvilágítja az asztalát. És minden este oda megy, és bebasszik, és kérdezik, hogy miért is. Azért, mert nagy, nagy szüksége van egy tiszta és jól jó kivilágított helyre. És ennyiről szól egy őrült, katasztrofikus, turbulens világban. Ez az ember megtalálta a, 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 a horgonyát, ami a realitás talajához szöveg Ez egy, egy olyan egyszerű gondolat, és olyan csodálatos. Előttem van minden pillanat a novellának. Oké, okay, nem, nem érzelgek tovább dolgokra, amiket ti nem vágtok. Nagyon. Fixálásom van egy, így van. Az asztal az őrózsomákja. Fú, getz, jó lesz a Deadpool kritika. Mindenki, mindenkinek az agyára fog menni, egy kurva irritáló kritika lesz, de aki, aki értékeli azokat a videóimat, amik így igazán reflektálnak a filmnek a stílusára, mint mondjuk az agymanók, az, az fog, meg fogja ebbe találni a, a, a szórakozást, de szerintem az adatokra fog menni. Kurva irritáló lesz. Én, én, én már engem most idegesít. Ja. Megkérdezhetem, hogy a Nudlit ilyenkor, kire bízod? A teson fog vigyázni, illetve egy régóta van egy kutyadadusom, aki, aki, aki nagyon megbízható. Nem lesz benne táncikálás, nem, nem. Azért, azért, azért a terror, a nézők terrorizálását azt limitálni kell. Na, mi az, ami még érdekel minket, srácok, a kaminóra. Útvonalat nézzük meg. Tehát még egyszer, én Lisszabonba fogok repülni. Na most ez megint csak, megengeditek, hogy ilyen ö, izé, sznob, szno, sznob rohadék legyek? sokan mondják, hogy jaj, hát meg lehet csinálni portótól is, meg tuitól is, meg csak egy pár napot kell sétálni, és az is tök jó. A kamino az minimum három hétnél kezdődik. A testednek le kell, le kell, le, tehát le kell dózerolnod a lelk és testi gátjaidat és határaidat ahhoz, hogy igazán átéld ezt az élményt. Mondom, megint mindenki majd fogja, azért a más kaminósok nyűnyörögni fognak, hogy ne kérdője ez meg az én élményemet. Ez van, seggfej vagyok. Aki nem, hár, nem minimum három hetet nem tölt az úton, az nem kaminozott rendesen. Az bizonyos fiziológiai és lelki változások nem tudnak gyorsan megtörténni, ahhoz rendszeresen szenvedni kell, rendszeresen reflektálni kell. Nem javasolnám, hogy ne menj legalább 700 kilométert. Én egy kicsit keveslem is ezt a 710-et, de mi a picsát csináljak, 710 lesz. Feladás lehetőségem mindig benne van minden helyen vissza tudsz fordulni. Sőt, a francia úton, nagyon szórakoztató, a francia úton, hol van Saint-Jean? Saint-Jean, hogy kell írni? Már elfelejtettem, hogy kell írni. Pierre de Port. Azaz, ez az. Innen indul, Saint-Jeanból indul a, a Camino, hivatalosan. Nem tudom, hogy mi a faszért a franciáktól, kapják be, de a franciáktól indul. saint jean pierre de Portból az első megálló, az már Spanyolországban van, kibaszott messze. 30 km hegymenet, picsa nehéz. Na most itt, hogyha ezt túléled, és ez tényleg egy, azért van szerintem egyébként azért jó egyedül saint jean mert ez egy durva kezdés. Ez 30 km nincs lófa se, a riskumban nem, is, nem is emlékszem, hogy hol van pontosan. ha semmi nincsen megálló hely, geci nehéz, hegynek fölfelé kell menni, borzasztó, de ez az a entry, ez, ez, a, ez, a... Ez a, ez a, 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 a durva megméretet, és utána annyira nem nehéz, amíg nem érsz Galiciáig. Mindegy. ezt megcsinálod, és utána mész tovább, és azt hiszik az emberek, hogy tudod, az első nap nehéz volt, de túl vagyunk rajta. Nem. És erre kaminósok, készüljetek fel. A, a tested nem az első nap adja föl. Meg, elmész Szánzsámból, megmászod a hegyet, baszott nehéz, iszlet van, mész tovább. És úgy érzed, hogy rendben van. Oké? Okay. Hogy ez volt a legnehezebb, ki a érdekel, akkor megyünk, akkor megyünk, akkor ez sima lesz. A tested egy hét után adja fel. Olyan félretett energiákat, olyan félretett fókuszt és lendületet használ fel ez alatt a hét alatt a szervezeted, ami, amiről te nem is tudsz. És egy hét után kö kövezzetek meg, nem sokára lesz, jövő hétre megígérte a Vibe, hogy megcsinálja. Lesznek köves emótok, úgyhogy még most csak lélekben kövezzetek meg, de... de... De sem is tudom, hogy miért kövezzetek meg. Azaz. Szóval, hogy mindegy. A lényeg az, hogy nem jut eszembe, hogy pontosan hol, de egy hét után van egy falu, egy ilyen kisebb városka, ahol taxisok állnak és viszik haza az embereket. Mert... mert... Így alakult ki, hogy kb. egy hét alatt mindenki elveszi, a, a, elveszi a, a teherbírását, és haza akar menni, és erre abban a faluban már specifikusan a helyiek fel vannak készülve. E, így, így alakult ki, és kurva vicces, hogy mész, 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 ne, nem, nem, nem teszem, hogy mi a, mi, a, mi a neve, mész, mész, és hirtelen rengeteg autó áll az út két oldalán, hogy gyerekek viszünk Madridba, viszünk Pamplónába, haza Úgyhogy nagyon hosszúra vonva ezt a kérdésedre választ, egy hét után, egy hét után adja fel mindenki, és ha, haza tudsz menni. Fejben is nagyon erősnek kell lenni, szerintem fejben kell erősnek lenni. Ez abszolút, abszolút egy, ez nem egy, nem egy sprint, ez egy maraton, és nem is maraton, ez egy, ez egy hegymászás, ez egy, ez egy hónapos hegymászás. És nagyon fáj a lábad, például két hét után, akkor van olyan, hogy egy szálláson maradsz még egy napot. Terra, annyi, ott állsz meg, és annyit maradsz, amennyit szeretnél. Ez egy ez egy fontos kérdés. Ogy, és nincs benne szégyen, nincs benne szégyen. Elmondjam, hogy én mikor álltam meg a, az előző kaminom, az kurva vicces volt. Nagyon a fejembe vettem, hogy én minden nap menni fogok, minek álljunk meg, hiszen ott van a fél nap, amikor tudok pihenni. És emlékszem, hogy egyszer nekem is valahogy a megér, ez már Galiciához közel volt, hogy ez már a vége felé volt. Uh, Sőt, szerintem ez már Leon, nem, ez már Leon után volt. Ez már Leon után volt. Szerintem talán pont, pont Ferrádában? Nem, még előtte, nem, ez már nem az. Még előtte. Mindegy. Itt volt valahol Leon környékén, hogy ez már így a kétharmad az útnak. Nagy lelkesen megyek meg, és megláttam egy, egy nem, is, nem, is, zarándok helyet, hanem egy, egy ilyen kis pici motelt, aminek volt egy nagyon pici, egy nagyon pici, egy három kád méretű ö, kis medencéje. És megyek, megyek, délután 11 van, és rá meglátom a medencét, és a következő pillanat az, hogy veszem ki 24 eurós, ami ugye majdnem tripla ára volt a megszokottan, 24 eurós szállást így veszem ki, veszem ki az eurót a pénztárcámból, és egyszerűen gondolkodás nélkül eldöntöttem, hogy én a mai nap 6 kilométert sétáltam, mindenki kapja be, és beültem a medencébe. Tehát abszolút megvan az az idő, amikor egyszerűen azt mondod, hogy ma nem. És ezt ki kell venni. És azért, azért röhögök ezen ennyit, mert annyira szűrá is volt. hogy nagy fiúnak éreztem magam. Ó, én megsállok, én megyek előre, és pff, benne a merencében. Ugye néha szóval a tested azt mondja, hogy figyelj, nem, nem, most nem. És uh, ez fontos dolog amit meg, meg fogsz majd tapasztalni. A tested ugye nagyon sokszor fogja mondani, hogy nem. Főleg a legelején azt fogja mondani, hogy sikítani fog, az a negyedik nap üvölteni fog. Az összes izületed, az a minden a bőröd, a talpad, minden üvölt, hogy hagyjuk ezt már, abba bazd meg. És akkor azt kell mondani, hogy nem, megyünk. És érzékenynek kell lenned, hogy mi az, amikor tolnod kell magad előre, abból lesz több. És mikor kell engedned ennek a, ennek a pániknak és ennek a vágynak, hogy leállj, abból lesz kevesebb. Én egy napot, egyetlen egy napot nem mentem full full uh, távot. De az nagyon jó nap volt. Tisztán emlékszem. Egy hatalmas szöcske volt a, a medencében. A szöcske és én úsztunk. És mind a ketten halottnak éreztük magunkat, de uh, igazából csak a szöcske volt halott. Na nézzük, azt mondja, hogy... Camino de Portugués. Nézzük meg uh, az útvonaltervet. A Coastal route fogunk menni. 2024 Guide. Na nézzük, hogy mit mondanak. Még egyetlen nem néztem utána. Én, én egyébként én, én szeretem azt csinálni, hogy egyszer minden nap megnézem, hogy mi van 30 km-re, és oda, oda megyek. Igen. Azt mondja, hogy itt van. Number of Days. Ja, igen, mert ők ők. Ez csak a coastal route, út, ez csak a teteje, ami 270 km. Ja. Oké. Okay. Igen. Portóból. Portóból csak ez az út, ez 270 km. Uh, travel Insurance. Hi! Jó, oké, okay, bocsánat, elnézést, elnézést. Azt mondja, hogy. Itt van itt van de Villa do Conde, 30 km van Ponto, Üzé uh, Portótól. 107 km 5 nap alatt sétáltak el innen. Mindenkinek tisztel a ritmusát, én nem fog 20 kilométereket menni. Uh, akkor így keresünk Camino de Portugész. Uh, hogy, hogy keresünk Uh, de Daily? routes vagy így. Azt mondja, hogy... Ez is... mindenki portót csinálja? Menjetek már! Lisbon to Santiago. Na! Ó, uh, na ez érdekel. Oké, okay, oké, okay, megtaláltam azt hiszem. Aha, na, ez az, erről van szó. Villafranca! Mi? Ez túl sok. Hol, hol a... Jaj, ez is, Az meg, ez is vezetett túra. Eh! Eh! Na jó, akkor gyerekek, elegem van ebből, Mi magunk fogjuk megtervezni. Azt mondja, hogy. Persze, ugye a, a Google Maps-en nincsen rajta a Santarem. Santarem, tehát például így fogom megcsinálni, vagy mi az? Lisbon, Portugál, ez kb. mennyi? Ez kb. 75 km köz három nap lesz, ami azt jelenti, hogy Aha. Azt mondja, hogy... Ah, nem, első nap itt fogunk. Kastanyerában, az 35 km. Oké. Okay. Kastanyerában megtaláltam, 35 km van. Kb. a kamino is erre fog menni. Lehet, hogy kicsit rövidebb, lehet, hogy kicsit hosszabb. Ez tetszik. És akkor ez van. És akkor ott, ott körbe kérdezek a zarándok szállása, hogy mi, mi a következő 30 km lévő hely, és akkor ott fog megállni. Én ezt így fogom csinálni. Be, megtervezhetitek, szerintem tök felesleges. Mennyi kilométer tervezek per nap? 30. Bocsánat, ezt régen mutattam. Ezek az alapinformációk. 710 km megyek 30 nap alatt, egy darab szünnappal, 30, uh, 30 km per nap. És én azt mondom, én azt mondom, gyerekek, gyermekeim, hogy én az egy nap, egy szünnapot a sportóba fogom tartani. Felmegyek Szentterembe három nap alatt, onnan valószínűleg Tomároba, vagy Figuerre, vagy kijön ez vajon a tartra? Szantárem Koimbrába megy végig. Koimbrába, aha itt van Koimbra. Ide megy, akkor veszek ezen az úton. Ó, elkerüljük a nemzeti parkot, mindegy, elmegyünk mellette, és felérünk Portóba, én Portóba fogok tartani egy napos szünetet, kiülök a partra és nyáladzok, és utána még 270 km fel Santiagoba, ahonnan még 80 km Fisterra. Itt van Fiszterra. És itt van a látvány. Ez a vége. Ez a vége. Ezen az úton nem fogsz menni, ez más. Uh, mindenki, a, mindenki a partot mutatja, de nem az a lényeges. És itt megnézed a naplementét, amit a híres. Na mindegy, uh, Google Mapsnek nek valahogyan kéne valamit csinálni a, a fotókkal. Itt is akkor, igen, itt vannak a kutyák. Ja Istenem! És értsétek, ez az első alkalom, hogy tengert látsz az egész út alatt, hogyha a francia úton mész. Ez az egyetlen. Kimész ide a szélére, és, és itt ülsz. Itt ülsz, és itt égeted a ruháidat. Most már hivatalosan nem szabad égetni a ruháitokat, és ti se égessétek a ruháitokat. Ne égessétek a ruháitokat! A tradíciónak az a lényege, hogy ez egy megtisztulás volt, ugye ez eredetileg egy rabszolga, egy börtön út volt, ahova embereket küldtek euh, megdögleni, vagy megtisztulni. Ezt átvették a keresztények, ők ezt egy zalendok módosították, ráhúzták, hogy valamelyik szent, ugye Szent a erre járt, bla bla bla, euh, és, és szentesítették, hogy ez egy keresztény hagyomány, csak nem elloptak valamit a pogányoktól, whatever. Euh, és és, az, és a, a keresztények határozták el, hogy nem fiszterában lesz a vége, tehát nem itt a tengerpart mellett, hanem Santiago-ban, hiszen ott van templomunk, és ott van pénzünk, és abban meg tudunk gazdagodni. Kicsit cínikus vagyok a keresztényekkel, hogy elmentek Kaminóra, ti is azok lesztek. Ezután viszont nagyon sokan ugye Santiago után tovább mennek Fisterrába, és megtartják azt a pogány hagyományt, ami ezt a megtisztulás rituálét befejezi. Miről beszélünk itt? Azokat a ruhákat, azokat az eszközöket, azokat a dolgokat, amiket végig a hátadon, magadon cipeltél, azokat az út során megtöltöd izzadsággal, megtöltöd negatív gondolatokkal, megtöltöd gonosz szellemekkel, stb. a teherként viszed magadon ezeket a ruhákat, és a zarándok út végén a lelked megtisztul, és így a testednek is meg kell tisztulnia, úgyhogy leveted az összes ruhát, és elégeted, ezzel végleg megszabadulva minden rossz dologtól. Ezt nem szabad csinálni, nem engedik, és eszetekben ne jusson itt egy kicsit a szélén lejjebb sétálni, ahol nem látnak a parkőrök, és ott felgyújtani a cuccaitokat. Én ezt nem csináltam mind a két alkalommal, ti se csináljátok. Jobban tetszik, mint a keresztény verzió? Abszolút. Én eh, külön, külön, eh, ízét erre, nekem fenn is vannak a falon. Meg is mutatom. Okay. Most az egyiket, most az egyiket tudtam csak levenni. Tehát kapsz egy Jézus Krisztusos oklevelet azért, hogy eljutottál Szantiágóba, és kapsz egy ilyen persze ez is, jó, mutatom talán normálisba. Persze ez is Jézus Krisztus és egy kicsit, de van rajta oroszlán, sas, különböző gyönyörűséges jelvények, és, és a nap a, a tenger tetején. Amit fogsz látni az utolsó napodon. 2011, Gergely András szírmai. És ezzel zárul. Ezzel zárul. Másodjára már nem is hoztam haza. Nem is hoztam ilyet haza. Ez az első kaminomról van. Ugye, amikor 2011-ben indult a hírügynökség is. És... De még akkor csak három-négy epizód jött ki. És utána nyáron elmentem kaminóra. 20 éves lettem. És mikor másodjára mentem, akkor már nem is hoztam haza ilyen oklevelet, ok mert a naplódat hozott haza, és ez többet jelent mindennél. Nem túl szép, gyönyörű. Szerintem gyönyörű. Szerintem most kamerán így csillogva nem néz ki jól, de ez, ez nagyon szép. De lehet, hogy csak nekem szép. De jó ég, akkor 11 éves voltam, de kb. másik videódóta követlek. Az akkor volt bizony. E, csodálatos. Csodálatos dolog, srácok. Csodálatos dolog mindenkinek, csak ajánlani tudom. Nem drága, sokkal drágában lehet fasságokat csinálni, és ez az életet meg fogja változtatni. Ezt garantálni tudom. Hogyha követed ezt, a jegyzetet, ezeket a tippeket, akkor garantáltan egy olyan élményben lesz részed, ami fárasztó, szenvedős, megpróbáltató és csodálatos, megismételhetetlen és egy olyan sztorikkal teli út, amit, amit évtizedeken keresztül fogsz mesélni mindenkinek. nem tudom, hogy lehet -e jobban elkölteni a pénzedet, mint a, mint a kaminóra. Tényleg nem tudom eléggé ajnározni, egyszerűen, egyszerűen egy fenomenális dolog, és most, hogy leírtuk, egyszerűen nem bírok magammal, alig várom. Srácok, ennyi volt a mai stream, köszönöm szépen, hogy becsatlakoztatok, kicsit későn van, meg kicsit későn kezdtünk, de remélem, hogy ez edukatív volt, és tetszett. Holnap streamelünk tovább, megyünk tovább, megyünk tovább! Megyünk tovább, és megnézzük, hogy tudunk-e rédelni, én esküszöm, én esküszöm, ezzel fogok foglalkozni. De ennyi volt a mai stream, nagyon köszi a támogatást, azt mondja, hogy uh, ki van? Igen. Ah! Csak az Unibet Magyarország van Az Unibet, de ő is kiátszik. Ó, őt nem ismerem. Sajnos a barátaink közül nincsenek itt. Senki. Úgyhogy nem tudunk, ne, se, mindenki lusta és nyaral. Nem tudunk itt. Nem tudunk itt rédeni, de holnap is megpróbáljuk. Pingvin harcos az online van? Bazd meg, miért nem mutatja ez a szar? Akkor a pingvin harcos fogjuk streamelni. Vagy rédelni ezt. Hogy kell? Beírom a nevét? Ugye a chatbe az is elég. Én, én boomer vagyok. És kacok. Már is rédeljük, már is rédeljük a Viktort. Megnézzük, hogy... Online van-e? Nincs. <laughs> Nem baj! Holnap is megpróbáljuk, ölellek titeket, csókollak titeket, holnap találkozunk, sziasztok!